Egész Európában negatívan befolyásolja a gazdaság teljesítményét a háború, valamint a brüsszeli szankciós politika. A tagállamoknak magas alapanyag és energiaárakkal, valamint nagyobb kormányzati kiadásokkal kell szembenézniük, miközben az energiabiztonság veszélyben van. Egyre valószínűbb, hogy az olajembargó második fázisa nyersolaj ellátási problémát okoz majd Európának. Magyarországot azonban a mentességnek köszönhetően ez nem fogja érinteni. Tari Judit Titanillának érkezett vendége. Köszönjük szépen Bogi a felvezetést, jó estét kívánok a nézőknek és mai első vendégünknek, Tóth Máti energiajogásznak, jó estét! Jó estét kívánok! Február 5-én lép életbe ez a bizonyos olajembargó második fázis. Milyen hatással lehet, milyen következményekkel lehet ez Európára? Hát Európa még a sűreibe menetel sajnos az energiaválságnak és az ellátási válságnak, azt, azt látjuk is, ilyen viharfelhők is gyülekeznek a, az égen. Ugye most élesednek még azok a, azok a szankciók, amiket a, a, az elmúlt hónapokban beszéltük. Ugye február 5-én jön ez a második hullám gyakorlatilag az olajat érintő szankcióknak a feldolgozott olajtermékek vonatkozásában, ahol ahol van egy szerencsés helyzet, Magyarország kiharcolta gyakorlatilag a régió számára, hogy a feldolgozott olajtermékeket olyan arányban, amilyen arányban az orosz és a nem orosz nyersolaj került feldolgozásra az adott finomítóban lehessen mozgatni, ez nagyon fontos a régió ellátásának az optimalizálása szempontjából, de ez a nagy képen nem változtat azon, hogy Európa számára most egy második hullámban egy újabb energiahordozó fog hiányozni. Ugye a nyersolaj tekintetében az orosz nyersolaj függése Európának az 25% volt, ez kiesett december 5-tel gyakorlatilag a tengeri olajszállítás tekintetében Magyarországnak ugye erre mentessége lett. Majd most ezt csatlakozik február 5-én ez a bizonyos feldolgozott termékekre vonatkozó ö, ö, újabb hullám, újabb szankció gyakorlatilag egy másfél millió hordó ö, dízel behozatalra szorul ö, Európa ennek a kétharmada orosz, ez hiányozni fog a, a piacról, tehát ez a további ö, egyéb hatásokkal együtt mindenképpen egy. Egy, egy, borús jövőt rajzol előre, és hát nyilván a gázról is lehet beszélni, meg a villamos energiáról. Úgyhogy közben a, a, az Európai Unió, miközben menetelünk be a sűrejébe, mintha egy akadálypályát építene a nemzetállamoknak, meg a tagállamoknak, nehezítve azt, hogy kezeljék az energiaellátási válsághelyzetet, csak az elmúlt napokból, igazából, meg az elmúlt órákból, ha megnézzük az eseményeket, ugye készíti elő a tizedik szankciós csomagot már a nukleáris energiára, Magyarország ellen kötelezettségszegési eljárások indultak azok miatt a rendeletek miatt, amik a tűzifa, illetve a, a szén, feldolgozott széntermékeknek a kivitelével kapcsolatos korlátozásokat jelentették, illetve a két német zöld miniszter akadályozza azt, hogy Franciaországból megérkezzen a Paks 2 beruházáshoz szükséges vezérlőegység. Tehát azt látjuk, mint hogyha az Európai Unió egy ilyen, ilyen mint a rutinpályán, itt egy bolyót, egy bolya nehezíteni a, a, tagállami mozgást, tehát már pedig a jognak, a szabályozásnak és így az Európai Unió jogának sem ez lenne a feladata, mikor még befele menetelünk a válságba. Említette, hogy lehet beszélni a gázról is, úgyhogy ö, tudunk is róla, van mit beszélni róla. Ugye a gáztározók töltöttsége most megfelelő szinten van, eddig ez a tél egészen enyhe volt, most pont a napokban itt jobban láttunk mínuszfokokat, fokokat, ránéztünk a hőmérőkre, de ugye nem lehet tudni, hogy meddig tart a tél, lesz nekem még nagy hidegek, és arra hívják itt fel a szakemberek a figyelmet, hogy bár nincsenek nagy hidegek, viszont tovább van hűvös időjárás, tovább kell fűteni, még áprilisban van, hogy bőven be kell kapcsolni a fűtést, mert hideg van. És azt mondják a szakemberek, hogy itt a 2023-24-es tél lesz igazán kemény. Mit gondol arra? Pontosan, több okból így van. Egyrészt ugye csalóka ez a jó amit most Európa bizonyos politikusai mondanak és éreznek, hiszen eleve a, a, mostani gáztárolói töltöttség az orosz gázzal lett mindenhol elérve, ami hiányozni fog a következő években. Másrészt tényleg azt látjuk, hogy, hogy nem volt még igazán tél, ami egy, egy nagyon időjárás függő, érzékeny, egyensúlyi pontot jelent csak jelenleg az el,